16 hölgy egyszerre a jégen, nem könnyű őket irányítani, de Székesfehérváron mégis sikerrel teszik ezt. Városunk szinkronkorcsolyázói augusztusban kezdték a felkészülést a szezonra. A hosszú alapozás gyümölcseit pedig január végétől lehet learatni, hiszen az idén csak most kezdődik. Augusztusban kezdtük a felkészülést, versenyeink mindig csak januártól kezdődnek, tehát addig csak a felkészülési szakaszunk van, és januárban indultunk egy nemzetközi versenyel, Salzburgba megyünk a novice csapatunkkal, ez egy nagyon erős nemzetközi verseny. Utána lesz a magyar bajnokságunk Miskolcon februárban, és aztán Vidnauba szeretnénk Svájcba még részt venni egy nemzetközi versenyen. A nagyobbaknál azért a bajnoki cím volt tavaly is a cél, meg idén is. A lányok nagy tervekkel és jó hangulatban készülnek a rájuk váró feladatokra, tudtuk meg az érintettektől. Salzburgban a Mozart kupára készülünk most nagyon, ez lesz január 28-án. Erre a novice és a junior csapatunkat visszük, én úgy tudom, és szerintem ez a legkomolyabb idén. Utána pedig lesz az országos bajnokság Miskolcon, oda mind a három csapatunkkal neveztünk. De azért kezdtem a szinkronkort érezni, mert szerintem ez egy gyönyörű sport, és hát eleve a közösség miatt is, meg hogy ezért ne otthon üljünk a számítógép és a tévé előtt egyfolytában. Remélem, hogy jó helyzést érünk el, bár volt egy kis létszámcsökkenés az utóbbi időkben, de megpróbálunk, mindent megteszünk, amit lehet. A szakosztály jelenleg 40 versenyzőt foglalkoztat, de természetesen a cél az, hogy ez a szám gyarapodjon. Az edzések családias légkörben zajlanak, és igen eredményesen. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a tavalyi országos bajnokságon mindhárom rajthoz álló csapat aranyérmes lett. Magasan van tehát az a bizonyos léc.